Sziasztok, ez a második videó ebben a hagymás csendélet leckében. Ugye az első videóban már megbeszéltük, hogy miért jók ezek a hagymás csendéletek, és megfestettünk egy ilyen félig lazúros technikával egy hagymát. Most egy másik hagymát fogunk itt szintén megfesteni. Ezt viszont a csempézésnek a technikájával, a palettát így hagytam, ezt én most egymás után festettem ezt a két képet. Ez a paletta az előző videóban használt paletta, csak elfordítottam. Ugyanis ugyanezeket a színeket fogjuk használni, és ugyanezeket a színkeverékeket, tehát ezt a sárgás-fehér színt, a narancsos szint, ami okker, fehér és vörös keverékéből készül. A lilás szint, ami egy kis fehér és vörös keverékéből készül, illetve ultramarin kékből. És ezt a vöröses barnát, amit pedig a fekete és a vörös keverékéből készítünk. Itt most egy világosabb árnyalatot hozok, mert majd itt az ajzatnál egy ilyen kis világosabb, sárgás, narancsos, barna lesz. Jó, tehát akkor elkezdjük ezeket itt festeni. És akkor a csempézés módszerével elkezdjük először a legvilágosabb részeket. Ez a sárgás-fehér színnel felvisszük, de inkább egy lágyabb szőrű ecsetet fogok. Középen egy kis fehéret, aztán mellé kenünk egy kicsit ebből a narancsos árnyalatból. És itt mindjárt elkezdem az összedolgozását, egy kis sárgás-fehérrel ebbe a narancsba bele megyek. És elkezdem a színeknek az egymásba húzását, egymásba mosását, ahogy azt a csempézésnél már ugye az erről szóló leckében láttuk. Itt egy kis tiszta okkert kenek, és ebbe az okkerbe egy pici feketével bele megyek, és egy ilyen zöldes tónust kapok. Ezzel a zöldes tónussal festem itt ki ezt a részt. Itt pedig tisztában a feketét használom. Aztán ott mellette egy kis lilát kenek. És ezeket mindjárt egymásba mosom. Még egy kis feketét. Itt is a referenciaképet ugye mellékeltem, tehát meg tudjátok majd nézni, amiről én is dolgozok. Itt az a feketés sárgás szín, ami az ecsetemben maradt, abból ide kenek egy kicsit.
itt is ezt a zöldes színt, ami a fekete és az okkerből jött. Aztán mellé megint egy kis fehéres sárgás, sárgás fehéret. Itt szintén. Itt megint egy kis sárgás zöldet, vagy hát feketés zöldet, vagy minek nevezzem ezt a szint, egy ilyen olajos zöld szint tulajdonképpen, ami a fekete és az okker keverékéből nyerhető. Itt pedig a narancs. És akkor elkezdem ezeket már egymásba mosni, egymásba tologatni ezeket a színeket, és így alakulnak ki a tónus átmenetek, ahogy az egyik színt áthúzom a másikba, és egy szép egyenletes átmenet kezd kialakulni. Itt van ez a kékes zöld szín, ebből is használunk itt-ott. A narancs. És itt megint csak ez a sárgás-fehér szín. Ugye tökéletesen nem mosom el a egymásba ezeket a tónusokat, tehát itt-ott hagyom, hogy egy picit megmutatkozzanak az már ott lévő színek. Egy kis lila és egy kis narancs. Tehát ennek a csempézésnek a hatása egy picit megmarad, picit meglátszik a képen, és ez nagyon fontos, hogy ez így maradjon, ugyanis ettől lesz olyan nagyon szép festői a kép. Jó, akkor most megcsinálom egyszer a hátteret, és itt először is az aljával kezdem. Itt ebből a narancs színből kenek föl valamennyit, aztán ebből a vöröses barna színből kenek mellé. Sőt, lehet tisztán egy kis okkert és egy kis vöröset így fölvenni az ecsetre, és ezekkel átkenni itt a kép alsó részét. Aztán itt egy kis tiszta vöröset kenünk. Nem kell megijedni, ezt mindjárt el fogjuk dolgozni, de ez kell ahhoz, hogy itt ez a sötét barnás átmenet kialakuljon, és akkor a feketébe mártjuk az ecsetet,
és azt kenjük ide a vörös fölé. És az a lényeg, hogy majd ezt a feketét, ezt ide áthozzuk a üres ecsettel szárazon, szépen át dolgozzuk, átmossuk ide a vörösbe, és így lesz meg ez az árnyékos tónus itt. Ez az átmenet. Alatta határozottan meg sötétítjük itt a hagyma alatt egy kis feketével, hogy ez az árnyék ez itt egyértelmű legyen, ugye a hagymának a vetett árnyéka. Ismét egy kis vörös. Fölül pedig megint csak az intenzív fekete receptünket veszük elő, ultramarin kéket és feketét festőszerrel egy kicsit összekeverünk, elmosunk, és ezzel a hátteret befestjük intenzív fekete színre. És akkor elkezdjük itt a végét a dolgoknak. Itt vannak ezek a hagyma héjak, amik itt kiállnak, kilógnak a képből. Ugye ez a héj, ez már így félig így le van mozdulva a hagymáról, úgyhogy itt ezt láttatnunk kell, úgyhogy egy kis fekete árnyékot itt adunk neki, ahogy ez érzékelhetővé váljon.
sötét lilával itt egy kicsit rámegyünk, megsötétítjük, egy kis árnyékot adunk itt a képnek. Okker és fekete. Mindig az okker és fekete. Ez a sötét barna, vöröses barna szín.
és kész van a kép. Tehát azt gondolom, hogy ez így jó is lesz. Tehát, ha megnézitek, akkor rengeteg olyan szint található ezen a hagymán is, ami az emberi bőrtónusoknál megjelenik. Ugye egy korlátozott palettával dolgoztunk végig, gyakorlatilag egy kék színnel kiegészített Zorn palettával dolgoztunk. Ugye a Zorn paletta az fehér, okkersárga, világosvörös és fekete, és mi ehhez adtunk még ultramarin kéket, és egy ilyen paletta nagyon sok portré és emberi bőr színnek a megjelenítésére alkalmas, tehát adott esetben akár egy komplett emberi testszínnek minden skálája kikeverhető ebből a színből, főleg egy ilyen akadémiai stílusú kép esetében. Nyilván nem egy valamilyen impressionista képre gondolok, vagy olyan jellegű munkára, ahol ami egy kicsit modernebb és más durvább színekkel dolgoznak, hanem ez a realizmusra törekvő klasszikus megjelenésű akadémiai alakábrázolásnál, ami ugye mindennek a kiindulási alapja, tehát azt kell először értenünk ahhoz, hogy később bármilyen más stílusban tudjunk dolgozni. Tehát ehhez az ábrázolási módszerhez akár egy ilyen összeszűkített, korlátozott paletta, mint ez is elég lehet sok esetben. És majd a tanfolyamon ezt fogjuk is még használni, és ki fogjuk próbálni. Tehát a lényeg az, hogy ezekből a színekből, ezekből a tónusokból itt összeállítottuk szépen, itt van az előző kép, ezt a két hagymás festményt, és hát azt gondolom, hogy tényleg igazán remek képek születtek. És mint láthatjátok, tényleg mind a technikákat, a különböző technikákat, ugye most itt erősen a csempézéssel foglalkoztunk, az előzőekben elkezdtünk egy lazúrozást, tehát mindenféle technikát ki lehet próbálni ezeken a kis csendéleteken, és ugye ott van egyszer a gömbforma, ott vannak egyszer a színeknek a hasonlóságai, és ott van a technikáknak a változatossága, amit ki lehet próbálni. Tehát ez mind-mind azt igazolja, hogy nagyon jó gyakorlás az emberábrázoláshoz a hagymás csendéleteknek a festése. Úgyhogy én kívánom nektek is, hogy ti is éljetek ezzel a lehetőséggel, és próbáljátok ki. Azt szeretném, hogyha ezt a két csendéletet, ezt a két kis hagymát ti is megfestenétek, és örülnék neki, hogyha további kísérleteket tennétek olyan hagymákkal, amiket otthon ti kerestek valami jópofa hagymát, és azt megfestitek, megvilágítjátok és megfestitek. Ezeket pedig föltölthetitek Facebook csoportba. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó festést kívánok, sziasztok!